A múltban, amikor ezek a fajta termelékenységi csodák bejöttek, az kettő dologgal járt együtt, emelkedő részvényárakkal és csökkenő inflációval. Üdvözlöm, ez itt a Concord Podcast. Egy műsor, ahol a Concord munkatársai minden héten alaposan megmondják véleményüket pénzről, gazdaságról, politikáról és mindarról, amit egy konkordos nem hagyhat szó nélkül. Megvannak már a csírái annak, hogy a jövőben el tudjon durranni a profit. Tartson velünk! Amikor két héttel ezelőtti adásunkban Elon Muskról, mint az infláció elleni küzdelem élharcosáról beszéltünk, már érintettük a mesterséges intelligencia kapcsán is a lehetséges deflációs hatásokat. Akkor még nem gondoltuk azt, hogy az első érdemi hírek ennyire gyorsan érkezni fognak a világ vezető vállalatainak a részéről azzal kapcsolatban, hogy a mesterséges intelligencia várhatóan gyors térnyerése miatt átalakítják a HR tevékenységüket. Felvezetésként csak három cégnevet említenék, a Microsoftot, az ibm és a Teslát, ahol gyökeres változások zajlanak a munkavállalók egészével vagy egy részével kapcsolatban. Emiatt nekünk is muszáj feltennünk magunknak a 2023-as év hátralévő részére vonatkozó egyik legfontosabb kérdést, hogy vajon szétveri -e a mesterséges intelligencia az inflációt. Mai beszélgető partnerem Móró Tamás, a Concord vezető stratégiája és Jóna Prihárd a Concord részvénypiaci stratégiája. Én Vidovszky Áram vagyok a Concord privátbanki vezetője. Szavaztos Sziasztok, Hello Ricsi, hello, Tomi. Sziasztok. Sziasztok. Tomi, múlt héten belső beszélgetéseinkben Game Changer eseményként deklaráltad azt, hogy a Microsoft minden teljes foglalkoztatású alkalmazottjának befagyasztotta a bérét 2023 hátralévő részére. Mi folyik a Microsoft házatáján? De egyrészt folyik egy elég jelentős költségcsökkentési vagy racionálzási program, aminek az egyik lépése az ez, ugye ez egy tavalyi elég jelentős elbocsátási hullámmal kezdődött, ami nem csak a Microsoftot érinti, hanem gyakorlatilag a technológiai szektor és egy sokkal szélesebb körét. És miután ez megtörtént, és lényegében ezt az irányt a Microsoft már kimaxolta, ha lehet így fogalmazni, jön a következő lépés, ez pedig a hatékonyság javítása meglévő alkalmazottak segítségével, illetve az eddig eléggé dinamikus bérnövekedési igényeknek a kordában tartása, és tulajdonképpen erre használja fel a Microsoft az egyébként általa promótált, és mindenképpen a hírekben első helyen szereplő mesterséges intelligencia megoldás szájtóként szereplő Microsoft, az az élharcos, aki az ai szeretné a bérnövekedés visszafogására felhasználni. Ugye miről van szó nagyon egyszerűen? arról, hogy nem terveznek további létszám felvételt, vagy csak hogyha ez nagyon szükséges, és a meglévő dolgozókat pedig csúnya módon azzal fenyegetik, hogy ha ők béremelést szeretnének, akkor majd a mesterséges intelligencia fogja őket pótolni. Ennek egy burkolta formája persze az, hogy idén nem lesz béremelés. A Microsoft azt mondja, hogy tavaly már ez megtörtént, nyilván az infláció nem állt meg, tehát ilyen értelemben nem kell ennek a folyamatnak lassulnia, de úgy látszik, hogy a cég elérkezettnek látta az időt arra, hogy egy ilyen egyébként eléggé drasztikus Kijelentést meglépjen, mert ez biztos, hogy jelentős felháborodást kelt. Ugyanakkor a cég érzékelheti azt, hogy most igazából nincsen hová menni, hiszen minden technológiai cég leépít, a tömeges munkaerőfelvétel az jelen pillanatban nem egy opció a cégek számára. Az jut erről az eszembe, hogy borzasztó lehet most a Microsoft azon dolgozóinak, akik valamilyen szinten részt vettek a mesterséges intelligencia fejlesztésében az elmúlt tíz évben, és most azt láthatják, hogy gyerekek, ezért fejlesztettük a mesterséges intelligenciáját, hogy, hogy legelőször is a mi munkánkat vegye el, vagy hogy mi ne tudjunk további pénzt keresni. Ez borzasztó. Igen, ennek vannak ilyen áthalásai, amiket ugye annak idején az ipari forradalom környékén hallottunk, vagy olvastunk. Hát ugye nyilván nem értünk akkor, hogy a, ugye a géprombolók korszaka, amikor a munkások próbálták a gépeket elpusztítani, hiszen az elveszi a munkájukat. Én nem látom ezt ennyire sötét. Ezt hozzáteszem, de majd erről szívesen beszélek. Nagyon sokan eléggé szomorú jövőt látnak a fehér alkalmazottak széles körének. Igen, van egy ilyen érdekes áthalás ennek az egésznek. Jó, IBM, Ricsi. Az IBM május legelején jött ki azzal a szintén ilyen befagyasztással, vagy a felvételek, vagy a munkaerőfelvétel befagyasztásával kapcsolatosan, ugyanis azt nyilatkozták, hogy az elkövetkező években 7800 munkahelyükön látják azt, hogy a mesterséges intelligenciával pótolható lesz. Ez a szám nem tűnik annyira soknak, ha a 288 ezer alkalmazottját nézzük a teljes IBM csoportnak, viszont volt egy nagyon érdekes szám, amit a, az IBM-nek az egyik vezetője bemondott. Az ő véleménye szerint 30 százaléka azoknak a fehérgalléros munkáknak, akik nem találkoznak ügyféllel vagy ügyfelekkel, pótolható lesz a következő öt évben a mesterséges intelligencia által. Tehát itt bizonyos munkahelyeknél azért már érződik az, hogy az egész fejlesztés, mesterséges intelligencia fejlesztés csúcsán Álló vállalatok kezdenek bátrak lenni így 2023 hátra lévő részére vonatkozóan. Itt gyorsan kiemelek egy rész ebből a, a szövegből, amit mondtál, és azt mondom, hogy később térjünk vissza, hogy annak a dolgozóknak, akik nem találkoznak ügyféllel vagy ügyfelekkel, ezt jegyezzük meg, ezt a kis mondatrészt, mert erre majd térjünk vissza később, hogy ez adhat remény azoknak az embereknek, akik, <laughs> akik ügyfelekkel és emberekkel ügyfelekkel. találkoznak. De akkor folytassuk innen, Tomi. Még egy harmadik céget is mindenképpen behoznék, hiszen jó példája annak, hogy mi történik a technológiai szektorban. A COVID alatt egy nagyon extenzív növekedés produkáltak ezek a nagy technológiai vállalatok. Brutális, tehát több tízezer fős létszám felvételekkel próbálták lereagálni a megnövekedett keresletet, illetve a növekedési igényeket. Aztán ezt követte egy leépítési hullám 2022 ő őszétől, és ugye eléggé gyors a folyamat, hiszen csak fél év telt el, de már egy újabbat léptünk. Most már arról beszélnek a cégek, hogy hogyan fognak majd növekedni, és a Facebook, aki, vagy Meta Platforms, aki egyébként szintén növekedést tervez, az azt mondta, hogy évente csak 1-2 százalékkal tervezi majd növelni a létszámot, ami tulajdonképpen a semmi. Tehát lényegében úgy akar növekedni ez a vállalat, hogy a létszámot nem bővíti, és pont a mesterséges intelligencia megoldásokat szeretné ehhez segítségül hívni. Tehát igazából az a fajta COVID alatti nagyon létszámintenzív növekedés, amit láthattunk, az egy teljesen új formában születhet majd a újjá, ahol kevesebb alkalmazott kell ugyanakkor a dollár árbevétel eléréséhez, és a termelékenység drasztikus növekedését fogja eredményezni a tervek szerint persze a mesterséges intelligencia. Ez alapján úgy tűnik, hogy a HR tevékenység is gyökeresen át fog alakulni a vállalatoknál, és nem csak oly módon, amit már jóval korábban beszéltünk, hogy például az Amazonnál már a mesterséges intelligencia vesz föl embert, meg rúg ki embereket, hanem van egy egészen friss hír. Ricsi? Hát gyakorlatilag a Twitter után, ahol ugye 7500-ról 2300 főre csökkent le az alkalmazotti létszám, május 16-i reggel ment ki egy mindenki kukacra egy levél Elon Musk-tól a Teslánál, hogy innentől kezdve ő szeretne jobban tisztába lenni a munkaerőfelvételnek a folyamatával, és még a szerződéses partnereknél is, és innentől kezdve azt kéri, hogy mindenhez az ő jóváhagyása kell. Tehát neki kell megémélezni a felvételi kérelmeket, az új szerződési kérelmeket, és ő gyakorlatilag ezt felügyelni fogja. Igen, 130 ezer fős téről beszélünk, tehát ez egy, nem, egy, nem egy sarki kis vállalkozás, elképesztő időigényes lehet csupán ezzel foglalkozni, tehát, és ez csak egyesok közül, ugye emellett még számtalan más terület foglalkozik. Ennek kettő üzenete van számon, az egyik az az, hogy Musk egyébként egy igazi durva költségcsökkentő hírében áll, és nagyon hatékony a tekintetben, mert Twitterről sokat beszélünk ezek kapcsolatban, illetve látszik az, hogy az a stratégia, amelyet ő elindított, és amely az átcsökkentésen keresztül próbál piaci részesedést növelni, vagy legalábbis stimulálni az értékesítést, azért nem teljesen sikeres. Már azért nem, mert hogy a, verseny ebben az iparában, az autógyártásban nagyon nagy, jönnek a kínai gyártók, főleg a kínai piacon, és ennek köszönhetően a költségkontroll is nagyon fontos. Nyilván a Tesla is sokat beszél a mesterséges intelligencia megoldások alkalmazásáról, de úgy tűnik, hogy emellett ezzel pár egy eléggé, mondjuk azt, hogy magas szintű humán intelligencia is belépett, ez pedig maga Elon Musk, aki szeretné ezt a költségcsökkentést tényleg kontrollálni, mert hogy ez egy nagyon fontos szempont. Az autóipar egyébként egy picit más, mint a többi iparág jelen pillanatban. Pont a, a nagyértékű output miatt, ez egy erősen kamatérzékeny szektor, és a kamatok emelkedésével az emberek kevesebb autót vásárolnak, vagy nem annyira motiváltak, hogy autót vásároljanak, ez különböző piacokon más és más módon fut le. Tehát csak azért mondom mert hogy az autószektor azért nem teljesen olyan, mint a, a Big Cap technológia, amiről beszéltünk az előbb, de az tény, hogy ez a, ez a költségkontroll ez nagyon-nagyon erős lesz, és hogyha össze akarnám ezt az egészet foglalni, akkor az látszik, hogy úgy akar növekedni jelen pillanatban az amerikai nagyvállalati szektor, hogy nem akar létszámot bővíteni, helyette inkább a technológiai megoldásokkal próbálja hatékonyabbá tenni magát. És ennek persze lehet majd egy ilyen óriási árrés, tágító és profitnövelő hatása. Tehát amikor arról beszélünk, és egy picit a piacra áttérve, hogy milyen erős az amerikai technológiai szektor pár szereplője, akkor a háttérben azért meghúzódik ez a gondolat, hogy egyrészt sikerült egy, egy nagyon komoly költségcsökkentést végrehajtani, másrészt megvannak már a csídái annak, hogy a jövőben el tudjon durranni a profit. Még mielőtt tovább megyünk ebbe az irányba, két dolog azt egyik az, ha Musk azt kéri, hát ezt nem azt mondanám, hogy kéri, hanem konkrétan megparancsolta, és még azt is írta a mailbe, hogy mindenki jól gondolja meg, hogy minket ír neki. Tehát, igen, hogy ezek Ne a hülyeségek. Igen, nem, nem, hiszem, hogy tömeges kérés jönne a létszám mert az a levél tényleg úgy van megfogalmazva, hogy úgy nem nagyon van kedved. Szóval ez az egyik, ami eszembe jutott. A másik pedig, ami eszembe jutott, az az, hogy ugye múlt pénteken ment ki az a beszélgetésünk Kishanti Lászlóval, aki az AI motiv nevű céget alapította vezeti, és amit most adtak el egyébként a Stellantis Groupnak 300 millió euróért. Ja, és az, ja igen, és fontos, hogy 5-6 évvel ezelőtt ezt a céget nézegette Elon Musk is, de aztán végül nem kellett neki. Milyen szerencséjük van, hogy, hogy a Stellantis Group vette meg, mert nem tudom, hogy Tavares az milyen vezérigazgató lehet, hogy a Stellantis Group vezérigazgatója beszélünk, de azért azt gondolom, hogy vele még mindig sokkal egyszerűbb lehet együtt dolgozni, mint mondjuk most jelen pillanatban ebben a helyzetben Elon Musk -al. De tényleg csak ez így arra jutott eszembe, amiket itt mondtál. Úgyhogy akkor menjünk tovább a vonalon. Nagyon érdekes, én rögtön bedobnám ebbe az inflációnak a vonalát, mert most érkezünk el egy nagyon érdekes pontjára az Egyesült Államok inflációs pályájának. Ugye a legutolsó adatunk, ami a rendelkezésünkre áll, év per év és a headline inflációról beszélek, a maginflációval azért lesznek még problémák, de az évper év headline infláció 2023 áprilisában. 4,9% volt. És most jön az a májusi és júniusi szám, ahol tavaly a hó per hó adatok 0,9 és 1,2%-os mértékűre rúgtak. Tehát ha csak 0304 es hó per hó adatok jönnek, akkor kettő hónap múlva 3,5-3,7%-os év per év amerikai inflációt láthatunk. És itt jön el az a nagyon-nagyon érdekes pont, hogy a második fél évben, ahol a bázisok miatt nincs ilyen infláció esési tartalék, tehát gyakorlatilag itt kellene maradnia az inflációnak, vagy újra el kellene indulnia a alaphelyzetben fölfelé, hogy itt lesz a nagyon nagy kérdés, hogy a Microsoft szerű intézkedésekkel be tud-e jönni az a dolog az inflációs pályába, illetve nyilvánvalóan az egyre többek által várt valamilyen szintű gazdasági visszaesés és recesszió mellett, ami a harmadik és a negyedik negyedében azért már jöhet, hogy tartósan visszaesésben tud maradnie az infláció, és itt tud-e majd maradni a hármassal kezdődő számú szinteknél. Mert ha a hármassal kezdődő számú szinteknél marad, és ahhoz mérjük mondjuk egy Microsoftos bérbefagyasztást, az azért nem annyira durva dráma, mint hogyha újra elindul fölfelé az infláció. Tehát itt lesz az a nagy kérdés, hogy a mesterséges intelligencia sztorinak már lesz-e azonnal kihatása, ami a 80-as évektől azért folyamatosan zajlott a Technológiai kibontakozással és közgazdászok becslései szerint itt évtizedeken át éves szinten 2-2,5-3 százalékponttal csökkentette az inflációt a technológiai fejlődés. Igen, van egy ilyen elmélet, és nyilván ezeket nehéz pontosan kimutatni, de hogy a 80-as évek infláció csökkenési pályájában nem csak az extrém magas, illetve Paul Volcker által durván beemelt kamatok játszottak szerepet, hanem az a fajta technológiai fejlődés is, ami egyébként utána meghatározta a következő éveket, évtizedeket, és ennek volt egy jelentős hatékonyságjavító hatása, és az inflációt is csökkentette rendszerűen. Valószínűleg lesz egy ilyen hatás. Csomó példát lehetne erre felhozni, hogy hol jöhet be a mesterséges intelligencia az életünkbe, olcsóbbá téve a szolgáltatásokat. Szerintem az egyik ilyen legeklatánsabb példa az az orvosi szolgáltatások területe, ahol sokkal durvább volt az infláció, mint az általános pénzomlás mértéke. És ma már az AI simán tud elemezni egy laborleletet, egy röntgenfelvételt, egy MR felvételt, tehát ezek abszolút már ma is működő dolgok, és ugye lehet, hogy nem kell majd 150 dollár fizetni egy orvosi vizetért, mert lesznek olyan szolgáltatók, akik azt mondják, hogy a mesterséges intelligenciával ezt 50 dollár is megcsinálják. Ebben a pillanatban berobbanhat egy árverseny, mert ugye akkor kevesebben fognak elmenni a drágább orvoshoz, még akkor is, hogyha az orvosi szolgáltatás eléggé bizalmi kérdés, ezt tudom. Tehát az ember nem szívesen jár mindig más orvoshoz, de szerint itt lesz egy nagyon komoly árnyomás, pontosan azért, mert ez egyik legfájóbb területe például a, az amerikai inflációnak. De ez csak egy példa, még számos más területen lehetne ezt sorolni. És ugye ez azért érdekes, mert a szolgáltatások inflációja az jellemzően egyrészt nehezebben automatizálható, nem is nagyon oldották eddig meg, másrészt pont emiatt ragadósabb is úgy szoktuk mondani, tehát ez az árbérspirál spirál lesz sokkal jellemzőbb itt, mint mondjuk a feldolgozóiparban, ahol sokkal könnyebb automatizálni. Tehát az a kérdés, hogy ezeknél a fehérgaléros munkahelyeknél a mesterséges intelligencia tud egy olyan hatékonyságjavulást és árversenyt hozni, amelynek hatására ebben a szektorban majd elkezd mérsékelni az infláció, mert szerintem ez a lényeg, hogy lesz egy tartós infláció csökkenés. Az az érdekes, hogy amit, mondatok, az alapján a közgazdaságtani elméleteknek az inflációval kapcsolatos részéből azt a részt, hogy árbér spirál, azt jelenti, hogy fog el is lehet felejteni. Szinte kis túlzással. Tehát amikor a munkavállaló azt mondja, hogy ő béremelés szeretne, azt mondja, hogy nem, ki foglak váltani éjjel. Nyilván még azért a vízcsapat nem fogja megszerezni. Igen. Igen, tehát hogy azért például a fizikai munkáknál ez jóval nehezebb, itt is lesz egy jelentős hatékonyság De azért mondjuk egy, egy építkezésen lapátolni, már vannak munkagépek, de szóval ott azért nehéz lesz ez a dolog, vagy nem teljesen egyértelmű, hogy hogyan fog végbe menni, inkább tényleg a szellemi tevékenységnél lesz egy ilyen gyökeres hatása. Még egy kicsit rácsatlakoznék a Tomi által az amerikai egészségügyben elmondott dolgokra nagyon gyakran emlegetjük itt a saját podcastjeinkben is, hogy az amerikai kapitalizmus és az amerikai gazdaság mennyivel hatékonyabb sok tekintetben a világ többi részénél, a fejlett világnál, Európánál. Van viszont egy olyan pontja az amerikai GDP költési szerkezetének, ahol óriási hátrányban van az Egyesült Államok, ez pedig az egészségügyi költéseknek a frontja. Egyszer már Jerome Powell is felemlítette ezt, hogy itt körülbelül ezer milliárd dollár ég el fölöslegesen az Egyesült Államokban a túl drága egészségügy miatt. Jelen pillanatban az Egyesült Államok a gdp ének a 17%-át költi az egészségügyre, míg az OECD országoknak az átlaga valahol 9 és 12 között van. Tehát ha a mesterséges intelligencia meg fog jelenni a gyógyászatban és meg fog jelenni az egészségügyi szolgáltatásokban, akkor az Egyesült Államokban lesz talán a legnagyobb potenciális költségcsökkentő lehetősége erre a dologra. Természetesen azért itt meg kell említeni azt is, hogy az Egyesült Államok lakosságának az egészségügyi állapota sem tűnik a legjobbnak azért a világfejlett országai összehasonlítva ezt a dolgot, de azért a 17% és az a 9-12% közötti különbség az faragható lesz itt a különböző fejlesztések által és a következő technológiai kibontakozási hullám által. Itt tegnap hallottunk Paul Tudor Johnstal, akit egyébként mind a hárman nagyon szeretünk, és nagyon sokszor idéztük is már különböző szövegösszefüggésekben egy új kifejezést, angol Productivity Miracle. Erről lenne érdemes még gondolkodni, hogy mire gondol itt az öreg mester? Hát gyakorlatilag szerintem arra, hogy az elmúlt években, évzetekben azért látszott az amerikai, meg általában a globális termelékenységben egy lefelé tartó pálya, tehát egységi munkaerővel, Kisebb növekedést lehetett elérni, adicionális növekedést a kibocsátásban, vagy a termelésben. Ugye a termelékenység növekedési üteme az csökkent. Gyakorlatilag a 90-es évek, a 20-es évek eleje után ez elkezdett csökkenni, és a mesterséges intelligencia pont ezt a termelékenység javulást tudja stimulálni számos szektorban, pont olyan szektorokban, ahol úgy tűnt, hogy már nem igazán lehet javítani a hatékonyságon, és ugye itt beszéltünk az orvosi szolgáltásokról, de például a, a jogi ügyvédi szolgáltatások ahol egy szerződést megírni sokszor hosszú órákba telik. Valószínűleg itt is van egy jelentős hatékonyság javítási lehetőség, és hát számos más ilyen területen, ahol egyébként nem volt még példa. Tehát valószínűleg ez a termelékenységi csoda, amely szektoronként persze más és más lesz, ez egy új lökést ad egyrészt a gazdasági növekedésnek, másrészt lehet megoldás például a, az öregedő társadalom problémájára. Nem gondolom, hogy mindenkit mondjuk robotok fognak gondozni, de biztos, hogy itt is lehet majd automatizálni mesterséges intelligenciára építve tevékenységeket. Ugye ez azért fontos, mert például egy idős ápolás az, az, az eléggé személyre szabott. Tehát az nem egy ilyen futószalagszerű munka, hogy, hogy, mindenkit ugyanúgy kell ápolni, mert mindenki más gyógyszereket kap, más jeleket kommunikál a külvilág felé, de például az, az AI ezt valószínűleg jól tudja majd kezdeni, hogyha kialakulnak az erre megoldások. Tehát számos olyan szektor van, ahol a termékenység növekedése eltűnt, és akkor ezt tudja majd ezt berobbantani. Kicsit most így a víziókat fogalmazunk meg, mert azért talán az orvosi, a lelet elemzést leszámítva még nem tartunk ott, hogy nagy tömegben a mesterséges intelligencia ápoljon például idős embereket, de azt gondolom, hogy ismerve az amerikai technológiai szektor sebességét és innovatív készségét, szerintem itt egy-két éven belül ezekre a megoldásokra is látunk majd példát. Hát nekem ez nagy kérdés mert az tök jó, hogy elemzi a leleteket, de azért azt úgy nehezen tudnám elképzelni, hogy jól érezném magamat, hogy a, amikor mondjuk kórházban vagyok, akkor ne a, a, vizitáló orvos kérdezze meg, hogy, hogy, hogy vagyok, és hogy aludtam, meg hogy érzem magam, hanem azt egy, egy, egy robot tegyet nekem ezt a kérdést. Szóval, hogy nem fog azt, azt, az, úgy, az azt, hogy ne, Azt úgy nem szeretném egyelőre. Magamnak sem, másnak sem. Hogy egy robot kérdeze meg, hogy hogy vagy, Tamás. Igen, de viszont az orvosnak már nem kell majd megkérdezni, hogy hogy vagy, hanem hanem már fogja tudni, hogy hogy vagyok. Igen, És De azért előkészíti. fontos, hogy. De nek az nem a betegséged miatt fontos, az a, az a pszichéd miatt fontos, hogy valaki reggel odajön, a nővér az orvos, a, a konzuláns, és megkérdeze, hogy egyébként hogy érzed magad. Szerintem az emberi tényező nem lesz teljesen kítatva, tehát nem, 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 gondolom, hogy, hogy nem látunk már humán erőforrás majd a kórházakban. Egész egyszerűen csak arról van szó, hogy nőni fog a termelékenység, a hatékonyság. Nyilván azért a, a nap végén lesz a orvos, aki foglalkozik velünk. Sőt, lehet, hogy egyéb dolgokkal nem kell foglalkoznia, és több ideje lesz a lélekápolás részére a munkának. Tehát tulajdonképpen egy nagyon nagy ugrás a világ részéről ez valamerre a mesterséges intelligencia, és nagyon nem látjuk egy csomó tekintetében, hogy merre megyünk, de még most visszatérnék a Paul Tudor ugye a nagyszerű hedge fund menedzsernek. Nyolc bullet -ja volt itt a tegnapi napon, ami, ami felmerült, én kvázi maximálisan egyet is tudok érteni vele. Tehát rögtön az első, amit ő mond, és amit érzékel, meg amit mi is érzékelünk, nincs rá jobb szavam, mint hogy a részvényár folyamok szép folyamatosan avászkodnak fölfelé. Ezt néhány Papír húzza, néhány nagy kapitalizáció sztori viszi, amire kisebb, nagyobbak csatlakoznak fel folyamatosan. A második pontjában ő recessziót vár a harmadik és a negyedik negyedévre, de a harmadik pontjaként kifejti azt, hogy gyakorlatilag a Flók, a pénzáramlások konstruktívnak tűnnek a részvények számára. És itt jönnek az ő főbb meglátásai, ugye ezzel a Productivity Miracle-lel, ezzel a termelékenységi csodával kapcsolatban, hogy ő az utóbbi hat hónapban változtatta meg a véleményét, mert a mesterséges intelligenciának ezt a CHAD GPT-szerű Berobbanását, ezt úgy látja, hogy ez már maga egy termelékenységi csoda, és itt ő azonnal visszacsatol a múltat leelemezve, hogy a múltban, amikor ezek a fajta termelékenységi csodák bejöttek, az kettő dologgal járt együtt, emelkedő részvényárakkal és csökkenő inflációval. És a csökkenő infláció kapcsán és ezt nagyon sokaknak, akik alulsúlyozottak, vagy le vannak maradva, katasztrofálisan is jöhet egy ilyen esemény, szerinte az év hátra lévő részében sor fog kerülni arra, hogy a Fed győzelmet fog hirdetni az infláció ellenes harc során. Tehát erre azért jelen pillanatban még sokan nem számítanak, de ez itt lehet benne a képben, és az utolsó pontja, ami tök érdekes, hogy nyilvánvaló, hogy lesznek hatalmas nyertesei és hatalmas vesztesei ennek az új világnak. Ez pedig megint muszáj úgy érzékelnünk és úgy értékelnünk részvénypiaci szereplőként, hogy ez lehetőségeket fog jelenteni az előttünk álló időszakban is. Igen, és hát valószínűleg nem általános indexvételekben testesül meg, hanem egy ilyen szelektíve piacot láthatunk, amit, amit egyébként láttunk is az elmúlt időszakban, hiszen az elmúlt mondjuk másfél hónapban, ha jól gondolom, Licsi, az S&P 500 index úgy nem nagyon ment sem erre, de ezenből azért látványos divergenciákat láthattunk, és hát nyilván még egy fontos dolgot egyébként érdemes elmondani, hogy az elmúlt időszakban a recessziós félelmek miatt a befetetők úgy általában véve alulsúlyozottak amerikai részvényekben a Merrill Lynch Fish felmérése szerint, és inkább a kötvényekben építettek fel pozíciókat, mert hogy jön a recesszió, és ilyenkor kötvényt kell ugye longolni, a részvényeket nem tartották vonzónak, tehát ezzel a, az infláció feletti győzelemmel, ha ez tényleg így lesz, illetve a mesterséges intelligencia által jelentett tartósabb folyamattal együtt, hogyha én alulsúlyban vagyok részvényekben, akkor nem érezném magam annyira jól, mert hát akkor ugye el tud indulni a piac felfelé, én nem ülök rajta ezen a vonaton, és kénytelen leszek majd vásárolni. Ennek a pontos időbeli kifutását nehéz megmondani, tehát ezt nem lehet óra percre modellezni, hogy akkor most fog megindulni ez lehet, hogy még az amerikai adósság limit viharok például ebbe belejátszanak, de az tény, hogy van egyfajta pessimizmus a részvénypiacsal kapcsolatban, miközben a mesterséges intelligencia azért újra megteremti a növekedésnek a, az infláció mentes vagy kisebb infláció növekedésnek a gyökereit. Mert ugye itt mindig azt olvastuk az elmúlt időszakban, hogy hát ha növekedés van, akkor infláció is lesz, és ez igazából egy alapvető paradigma jelen pillanatban a részvénypiacokon. Ah, ugye az az érdekes, hogy azt jó ideje figyeljük, hogy nagyon-nagyon beszűkültek a, az indexek, és ilyenkor egy ilyen nagyon nagy beszűkülésben mindig valami nagy mozgás szólt lenni fölfele vagy lefelé, és azért eddig, azért ha rá kellene rakni egy mérlegre, hogy mi volt többségben, azért többségben voltak azok, hogy egy, egy nagy, lehet egy esély. Is, de ha ezt, ezt a Paul Tudor Jones féle gondolatot egyre többen magukévá teszik, és plusz látjuk mellé a, a nagy részfény alulsúlyt, ebből hát úgy index hogy persze inkább ezeket az indexeket a nagy papírok fogják húzni, ebből lehet egy fölfele lévő avászkodás, avászkodás, avászkodás vagy ha nem is igen. kitörés, de egy erőteljesebb avászkodás. Igen, tehát, Ez a nagy kérdés most, nem? Aktuált Aktuál meg, meg, meg van szinten. még egy, ami, és tényleg most ez lehet, hogy nagyon el fogok kalandozni, de ugye van még egy sztorink az elmúlt másfél évre vonatkozóan, ez pedig a deglobalizáció, tehát ilyen regionális blokkok alakulnak ki, és Kínát gyakorlatilag a a világgazdaságról. Ez elméletileg és intellektuálisan nagyon, nagyon logikusan hangzik ez az, e, az egész koncepció. Viszont ami történik, az egy picikét ennek az ellenkezője. Hogy mondjak egy példát, itt van az autóipar, hogy autópiacról sokat beszélgetünk. A kínai autóexport abszolút csúcsra emelkedett, 425 ezer autót exportáltak áprilisban, ami abszolút csúcs. Egyébként jóval több, mint a német autóexport mértéke, és hogy mondjak még egy sokkoló számot, a német helyi autópiacon az eladott elektromos járműveknek az egyharmada az egyharmada kínai gyártású. Ez az elképesztő. Tehát gyakorlatilag miközben arról beszélünk, hogy Kínát leválasztják a világgazdaságról, pont az ellenkezője történik. A kínai növekedési problémák miatt ott egy út van előre, ez pedig az export növelése, és látszik, hogy nem halad ez olyan gyorsan. És nagyon úgy látom, hogy amikor emlegettett Tomi a Volkert és a 80-as évek közepét, ahogy bejött ugye a technológiai kibontakozás, mellé bejött a globalizáció, és bejött Kína, mint világgazdasági pici szereplő, akiből aztán óriás lett, hogy az elmúlt időszakban a technológiai kibontakozás mellett Kína, és egy hatalmas dezinflációs faktor volt a világban. És most megint ott tartunk, hogy látunk egy-két jelét, pontosan az emlegetett példák kapcsán is annak, hogy Kína a saját gazdasági problémáival megint kényszeredetten exportra fog egy csomó mindent előállítani, és Megint lehet egy olyan helyzet, hogy 2023 hátra lévő részében Kína egy deflációs faktorként fog jelentkezni a világgazdaságban. És, és az az érdekes, hogy korábban ez a deflációs faktor egy ilyen alacsonyabb hozadott értékű termékekben manifestálódott, mint ruházat, meg ezek az egyszerűbb benne lehet a termékek, most viszont egy sokkal magasabb a értékű dolgok az autóban, azon belül is az elektromos autóban, ami azért akár is nézzük az automobilitás jövője. Tehát mint egy más szintre lépett volna kéne ezzel, de a deflációs hatása az ugyanúgy megvan a világra. Igen, még két dolgot érdemes, ami elmondani, amit eszembe jutott. Az egyik az az, hogy nagyon sok cég foglalkozik azzal, hogy alternatív kapacitásokat épít ki a gyártást tekintve, tehát hogy Kína helyett például Indiában, máshol dél ázsiában vagy éppen Magyarországon termelnek, félve esetleges kínai-amerikai konfliktustól, szankció de ugye ettől még a kínai kapacitásokat nem zárják be. Tehát mi lesz ennek az eredménye? Az, hogy kialakul egy párhuzamos kapacitás struktúra mondjuk Ázsiában, ami meg definíció szerint deflatórikus, hiszen lesz egy túlkínálatos, valamilyen terméket tekintve túlkínálatos piac. Illetve ami nagyon érdekes, és tulajdonképpen a világ többi részétől teljes eltörő folyamat, az a munkanélküliség ráta kérdése Kínában a fiatalkori hogy a 24 éves, 16-24 éves korig mért munkanélküliség ráta az új csúcsra emelkedett, abszolút csúcsra, 20,4 százalék, és ez, ez, egy valós szám. Tehát Kínában jelen pillanatban nehéz elhelyezkedni a fiataloknak, de ez azt is jelenti, hogy a kínai bérnyomás az gyakorlatilag megszűnik. A kínai gyártók nagyon versenyképesek lesznek, és higgyük, hogy meg fogják találni az utat a külföldi piacok felé. Úgyhogy igen, tehát a termékeket tekintve innen, ha csak nem valamilyen exkluzív és monopolizált cikről beszélünk, akkor van, hogy Kína újra deflációs tényező lesz. Egyébként a hivatalos kínai infláció is egy százalék körüli, néha ez alatti, tehát év, per év alapon mérve. Tehát a kínaiak nagyon versenyképesek lesznek, úgyhogy innen nézve is lesz egy deflációs nyomás a világban. A nagy kérdés nekem továbbra is az, hogy a, ez a szolgáltatási infláció tehát hogy a, a fodrász emeli az árakat, a műkörmes emeli az árakat, hogy ezek a klasszikus, a nyugati világban ezek a, ezek a szolgáltatások népszerűek, tehát hogy, hogy, itt ezt a szolgáltatási inflációt sikerül-e megfogni, de persze ezek súlya már nem olyan nagy, hogyha a többi szegmensben csökken az ágyomás mértéke. Ugye Tomi említetted, hogy Kínában a fiatalok körében óriási a munkanélküliség. Ezzel kapcsolatban nagyon sokszor beszélgetünk, meg adunk elő fiataloknak, mi is itt ott, És én tényleg azt látom, és azt gondolom, hogy a fiatalok szempontjából a legrelevánsabb kérdés jelenleg az, akik pályaválasztáson gondolkodnak, hogy egész egyszerűen milyen irányba érdemes nekik képezni magukat. Most akár behozhatom azt is az egyik régi kedvenc podcastunkat, Vén Grecki mondását, hogy arra korcsolyáz amelyre a korongot ütik, nem ahol a korong van. Tehát, hogy előre kéne gondolkodni azon, hogy egyáltalán mivel érdemes ma foglalkozni, mit érdemes tanulni, miára érdemes orientálódni a mai fiataloknak. Többet beszélgettünk arról, hogy és itt is picit már említettük korábban, és ezért emeltem ki ezt a, azt a részt a legelején, hogy hogy azokra nem biztos, hogy olyan hat a még a Microsofton belül sem a, a létszámstop, akik ügyfelekkel találkoznak. Tehát itt az ember-ember kapcsolatoknak a jelentősége, abban én hiszek, és szerintem mindannyi hiszünk abban, hogy azért az fontos lesz, és az kiválthatatlan lesz mesterség és intelligenciával. De hogy mit gondoltok arról, hogy merre érdemes orientálódni fiataloknak ma? Egyetértek ezzel, tehát vagy valamilyen nagyon jó kommunikáció, nagyon jó empatikus képesség, ahol ember-ember kapcsolat van, vagy el kell kezdeni orientálódni abba az irányba, amit a következő 15-20 évben nem várhatunk, hogy kivált a mesterséges intelligencia. Múltkor egy nagyon kedves barátommal ebédeltem, és az ő kisfia jelen pillanatban hatodikos, és egyre inkább afelé orientálódik, ő azt szeretné, hogy ő asztalos legyen. És lehet, hogy bárhol. Úgynevezett értelmiségi körökben ez egy tíz évvel ezelőtt egy ilyen fejvakarós beszélgetés lett volna, de én kapásból azt mondtam neki, hogy látva azokat a folyamatokat, amikről mi is itt beszélgetünk, szerintem ez egy kiváló döntés. Tehát tulajdonképpen. A végén ez is egy keresletkínálati viszony lesz, és a keresletkínálati viszonyban mindenkinek arra kell egy becslést adnia jelen pillanatban, hogy megye egy olyan szakma felé, ahol a kínálatot a mesterséges intelligencia fogja jelenteni. Az elvégzett munkának az munkaórák mennyiségében be tud robbanni a mesterséges intelligencia, vagy ahol nem tud megjelenni a kínálatban a mesterséges intelligencia is. Nagyon sok ilyen szakma van, ahol eleve az emberek az elmúlt 10-20-30 év trendjeinek megfelelően hatalmas munkaerőhiány van még mindig is. Ugye ez nyomja föl a szolgáltatás inflációt szerte a világon. Tehát szerintem a keresletkínálat törvényeinek megfelelően kell eljárni. Igen, és egyébként aki azért mondjuk a humán pályánál maradna, szerintem az egy illúzió azt gondolni, hogy a mesterséges intelligencia nem fog jönni, mert, mert futótűszerűen fog megérkezni az életünkbe. Tehát ezeket mindenképpen kell tudni alkalmazni. Aki ezeket jól tudja programozni, az mondjuk előre tehet szert azokkal szemben, akik ignorálják ezt a kérdést, és uh, tulajdonképpen passzívan várják, hogy mit fog ez hozni. Tehát azt gondolom, hogy ez az a technológia, amit minden fiatalnak meg kell ismernie nagyon gyorsan. Szerintem ez egyébként nincsen nagy gond, tehát ezt valószínűleg ők meg is teszik, de az biztos, hogy ez egy nagyon radikális és nagyon gyors folyamat lesz. Aki tudja programozni ezeket a mesterséges intelligencia megoldásokat, és ez nem jelent feltétlenül olyan mély programozói tudást, de alkalmazói vagy a felhasználói készségeket mindenképpen az előnyben lesz azokkal szemben, akik erre nem képesek. Hát összességében azért eléggé elintéztük itt az inflációt, nagyon-nagyon nagyon azt gondoljuk, vagy azt kommunikáltuk, hogy az infláció megszület problémának lenni, ezért reméljük, hogy nem lesz egy újabb gázásokunk, nem lesz egy újabb áramásokunk, nem lesz egy szélesedő európai háború. Tehát sok minden, azért vannak ilyen fekete hatjuk, ilyen kockázatok, amelyekkel ez a, ezek a modellek nem számolnak. Ha ezek nem jönnek be a képbe, akkor azért lehet, hogy az infláció tényleg láttuk a csúcsát, és nyilván meglátjuk, hogy mi lesz egy bankok és az infláció együtt mozgása. De úgy tűnik, hogy ezekkel a technológiai fejlődés irányokkal és ezekkel a kamatemelésekkel együtt, amelyeket láttunk az elmúlt időszakban, az infláció tényleg egy tartósabban csökkenő pályára kerülhet. Ezeket a beszélgetéseket szeretem a legjobban, aminek igazából véget kell vetni valahol, de, és ez most fog bekövetkezni, de kinyitottunk három, négy, öt újabb ajtót, és ezek közül tényleg messze a legrelevánsabb az, hogy a, ez a mesterséges intelligencia hogyan hat ez esetben, amit most inkább megnéztünk az inflációra, de egyébként a munkánkra, stb. 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 Tehát ezeket biztos, hogy folytatni fogjuk, de akkor már a Ricsi, Tomi, nagyon szépen köszönöm. Köszönjük. Ha tetszett ez a podcast, kérlek, iratkozz fel Concord csoport nevű YouTube, Spotify, Apple és Google Podcast csatornánkra, és írásainkat pedig olvassátok a concordblog.hu-n.